Vállalkozzuk Ezzel az elnevezéssel indított már tavaly egy akciót a FIVOSZ, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége, amely folytatja idén is ezt a programot, és azt szeretné elérni, hogy minél több fiatal teremtsen vállalkozást, és verjen ezzel gyökeret itt zuglóban, és gyarapítsa ezzel ne csak a saját családját, ne csak a saját egzisztenciáját biztosítsa, hanem a közösségnek is valami fajta hozzájárulást adjon. Az Ugló Televízió támogatja ezt a célt, és együttműködve a Fivosszal igyekszünk olyan tanácsokkal szolgálni, amelyek segíthetik azokat a fiatalokat, akik éppen ezen gondolkodnak. Mai vendégünk Füzes Sándor, a V3ZRT vezérigazgatója. Ugye, ha jól tudom, a V3ZRT az egy kicsit úgy működve, mint egy kockázati alapkezelő, pénzügyi befektetőként száll be bizonyos vállalkozásokba, segíti azok kibontakozását, felívelését. Voltak éppen milyen fajta vállalkozások kerülhetnek egy pénzügyi befektető cél keresztjébe? Jó napot kívánok! <laughs> Jó napot kívánok! Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Um, és, és valóban a V3 Partners egy tőkebefektető cég. Mi olyan vállalkozásokat keresünk, olyan vállalkozókat keresünk, akik egy olyan Üzleti modellt szeretnének megvalósítani, ahol az a cég, amit építenek, az egy skálázható, ismételhető és gyors, gyors növekedésre képes vállalkozási koncepciót szeretne megvalósítani. És itt legtöbbször nem is az a fontos, hogy ez milyen iparákban, milyen területen történik, hanem hogy ezek az előbb elsorolt szempontok megvalósuljanak, illetve olyan szellemiségű vállalkozókat keresünk, akik együtt tudnak élni ennek a bizonytalanságaival. Mert az ilyen típusú üzleti modellek keresésének az a legnagyobb és talán legkockázatosabb eleme, ezért is hívják gyakran ezt gyakran kockázati tőkebefektetésnek, vagy egyszerűen csak tőkebefektetésnek, hogy amikor keresünk egy üzleti, keresünk egy üzleti modellnek a működőképességét, abban benne van annak a lehetősége, hogy kiderül, hogy az nem működőképes. Mennyire fontos, az ilyen vállalkozások esetében, amik egy kockázati tőke befektetésre aspirálnak, hogy valami fajta múltja legyen, akár magának a vállalkozásnak, vagy a vállalkozónak, aki a személyével jegyzi ezt a vállalatot. Um, picit másképp közelítve, de erre válaszolva, mi azt szoktuk mondani, hogy alapvetően csapatokba emberekbe fektetünk be, és csak másodlagosan vagy egyáltalán nem fontos, természetesen fontos, hogy mit szeretnének csinálni. És akkor ez arra is válaszol, hogy nem az a fontos, hogy milyen a múltja, különösen a vállalkozásnak, hanem sokkal inkább az a fontos, hogy mik az elképzelések. Természetesen, hogyha valakinek van már valami a, a múltjában valamilyen siker, egyáltalán vállalkozói tevékenység, az nyilván egy, 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 egy plusz. És csak még egy ilyen kis anekdótával illusztrálva, hogy mi is az, amit mi keresünk. Az pedig úgy hangzik, hogy gyakran egy kiváló csapat egy közepes tervet, terméket is sikerre visz, míg egy kiváló terméket, szolgáltatást egy közepes csapat legtöbbször nem visz sikerre. De ez azt is jelenti, hogy önmagában az nem kizárók, hogyha ha esetleg egyetemről frissen kikerült 21 néhány éves emberekből álló csapat áll elő egy olyan ötlettel, amelyik ígéretesnek látszik. Egyáltalán nem, sőt, hogy ez mennyire nem kizárók. Mi például tudatosan együttműködünk egyetemekkel, például a Budapesti Műszaki Egyetemmel több év óta, ahol úgynevezett kezdő vállalkozói, vagy ma népszerű szóval startup versenyeket rendezünk, és a győztes csapatokat, az jellemzően évente olyan 3-4 csapat, azokat mentoráljuk, és segítjük őket abban, hogy eljussanak oda, hogy tényleg egy vállalkozást tudjanak építeni. Ki az aktív fél egy ilyen kapcsolat létrejöttében? Önök, vagy pedig a vállalkozások keresik meg önöket és tesznek ajánlatot? Um, is-is, de azért jellemzően a vállalkozó szellemű csapatok, emberek keresnek meg minket. Néha előfordul az is, amikor nekünk van egy olyan határozott elképzelésünk egy piaci lehetőségről, hogy szervezünk rá csapatokat, de azért ez a ritkább. És rendszeresen ide, igyekszünk megjelenni olyan helyeken, versenyeken, a Fivos rendezvényein többször előfordult, hogy részt vettünk, ahol megpróbáljuk népszerűsíteni a, a vállalkozási lehetőségeknek a gondolatát, mert egyébként úgy érezzük, hogy ma Magyarországon sokkal inkább az a jövőkép modell az elfogadottabb, amikor keresünk egy biztos állást, és most ez teljesen mindegy, hogy hány évig tart, de alapvetően állást keresünk, és ott akarunk karriert építeni, szemben azzal, hogy valaki azt mondja, hogy nekem van egy üzleti elképzelé... van egy elképzelésem, és én inkább vállalkozni szeretnék, és úgy építek egzisztenciát, ami a mi véleményünk szerint, és ugye egyébként ugye a statisztikák, meg a nemzetközi példák azért azt mutatják, hogy az az egészséges, amikor ezek között valamilyen jó egyensúly ö, található meg? Nyilván önök, ö, mielőtt beszállnak egy ilyen ígéretes vállalkozásba, alapos elemzéseket, átvilágítást végeznek. Ö, mennyire lehet? Ö, ígéretesnek tartani azt, hogyha egy kockázati tőkebefektető beszáll egy vállalkozásra. Mennyire tekinthető ez a siker valami fajta ígéretének, ha nem is garanciájának? Garanciájának semmiképpen, de én azt gondolom, hogyha egy, egy, egy vállalkozás tud kapni tőkét, és hogy ezt most kockázati tőkéstől kapja, egy üzleti angyaltól kapja, a szüleitől kapja, a családjától kapja, a barátaitól kapja, szerintem az már önmagában egy, egy ilyen jóváhagyó minősítése annak, hogy valaki valami értelmes dologgal foglalkozik. A garanciáról pedig annyit, hogy, hogy nincsenek garanciák ebben a, ebben a területben. Én általában azt mondom, hogy a vállalkozó is, vállalkozósdi világban nincsenek garanciák, különösen a kezdeti szakaszban a statisztikák, az ökölszabály valami olyasmit mutat, hogy körülbelül a cégeknek a fele az, az teljesen elvérzik, és sikertelen sikertelen lesz. A maradék felének körülbelül a fele egy átlagos cégé avanzsál, ami csodálatos, eltartja azokat, akik ebből dolgoznak, de, de nagyot nem hoz létre. Nagy alatt azt értem, amikor növekedni tud egy, egy olyan mennyiségű alkalmazotti, létszámot tud csinálni, ami már tényleg hat, ahogy ön is mondta a bevezetőjében, a, a környezetére, a, a, a mint munkaadóként meg tud jelenni a piacon, és körülbelül a 20%-a negyede az, akik, akik ezen túllépve egy egy, egy komolyabb növekedési pályára és egy komolyabb sikert tudnak uh, létrehozni. Ez megegyezik az önök házi statisztikáival is, tehát a V3 a na, ZRT nagyjából igen is nagyjából ez a helyzet. Nagyjából igen, és viszonylag régen csináljuk, most már tényleg túlzás nélkül mondhatom, hogy kb. 25 éve foglalkozunk uh, tőkebefektetésekkel. És amit úgy látunk a saját tapasztalatunkból és a környezetünkben, igen, ez úgy nagyjából igaz. Idáig alapvetően arról beszéltünk, hogy hogyan jön létre a kapcsolat a tőkebefektető és a vállalkozó között. De talán legalább ennyire érdekes szakasz az is, ami utána kezdődik. Hiszen egy nagyon eltérő szempontok, és ezek szerint sokszor korban, tapasztalatban is nagyon eltérő emberek dolgoznak majd együtt. Egy közös cél megvalósításán. Mennyire surlódásmentes ez a folyamat az ön tapasztalatai szerint? A mi tapasztalatunk az, hogy a befektető és a csapat közötti kapcsolat általában surlódásmentes, mert abszolút közös a cél, és ritkán van konfliktus azért, mert a vállalkozó az alapvetően az operatív dolgokkal, és nyilván azért a stratégiával is foglalkozik a mi feladatunk pedig inkább a stratégiai támogatás, kapcsolatrendszeren keresztül támogatás, a korábban megszerzett tapasztalatoknak az átadása, azt segítendő, hogy azokat a hibákat, amiket úgy látjuk, hogy el lehet kerülni, vagy tévutakat, azokat minél korábban megállítani azokat a folyamatokat. Ez viszonylag jól szokott működni. A tapasztalat az inkább az, hogy a vállalkozói csapaton belül különösen a korai szakaszban, amikor a siker még nemhogy nem egyértelmű, hanem azért folyik a küzdelem, a túlélésért folyik a küzdelem, akkor azért ott nagyon gyorsan ki tudnak alakulni feszültségek a tekintetben, hogy merre is kéne menni, egyáltalán a felelősségi köröknek a jól, a jól leosztottsága, ez gyakran vezet belső feszültségekhez. Tehát a, az egyik legfontosabb feladatunk az az, legtöbbször, hogy a csapatokat együtt tartsuk, és egy irányba tudjanak tudjanak húzni. Ez egyébként a belső feszültségek az egyik legfontosabb oka szokott lenni annak, amikor egy vállalkozás sikertelen lesz. Érdekes, amit mond, mert laikusként kívülről ránézve egy ilyen helyzetre azt gondolná az ember, hogy, a, hogy egy komoly konfliktus forrás lehet a, a pénzügyi befektető szempontrendszere és a hogy mondjam, a szakmai ötletével előálló, szakmai ötletgazda szempontrendszere között is. Ez talán azért nincs így, mert a befektetéskor születik egy megállapodás, ahol azért lefektetjük azt, hogy mik azok a közös célok, amiért küzdünk. És ennek a tőkebefektetési iparágnak az a lényege, hogy mi nem egy, egy nyugdíjig tartó Együttélésre szövetkezünk, hanem arra szövetkezünk, hogy jellemzően egy 5-10 évig dolgozunk együtt, és ez alatt az 5-10 év alatt el kell juttatni oda azt a céget, hogy az értékesíthető legyen, legalábbis az a része, ami a mi. Befektetésünk részét képezi. Mert ugye ez úgy működik, hogy ez nem egy hitel, nem kamatokat szedünk, sőt, osztalékot sem szoktunk kivenni, hanem azt a, a cég fejlesztésére benne hagyjuk a cégben, hogyha egyáltalán erre van lehetőség. És a mi üzleti modellünk az arról szól, hogy egy megnövekedett cégértéken értékesítjük a tulajdonrészünket, részvényünket, teljesen mindegy, amit az megtestesít. És ezt a Vállalkozó is tudja, hogy erre szövetkeztünk. Tehát az a közös cél, hogy egy olyan céget építsünk, amely piacképes, alkalmas arra, hogy valamilyen formában e, értékesíthető legyen, azért, hogy utána egy következő stádiumban fejlődj, fejlődhessen. És jellemzően az történik, hogy amikor jön egy új vevő, a legtöbb esetben a menedzsment az marad. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az alapítóknak is megszűnik a a jövő képe csak azért, mert egy, egy, valamiféle értékesítési esemény bekövetkezik a cég életében, hanem inkább csak a tulajdonosi környezet változik meg. Ez persze lehet egy tőzsdére a cégnek, ez lehet egy szakmai befektető, lehet egy másfajta nagyságrendekben gondolkodni képes pénzügyi befektető, illetve arra is van példa, hogy, hogy a menedzsment kivásárolja a tőke befektetőt. Vagy úgy, hogy a, hogyha a cég nagyon sikeres az osztalékokon keresztül létrejövő jövedelméből tudja kivásárolni, vagy pedig a cég elér egy olyan stádiumba, amikor banki finanszírozásra alkalmassá válik, és a bank megfinanszírozza a menedzsmentet azzal a célral, hogy a kivásárolja. kivásárolja a pénzügyi befektetőt. Köszönöm szépen az információkat. Nézőinknek, az érdeklődő, vállalkozni kívánó fiataloknak pedig a FIVOSZ honlapját, illetve az azon elérhető szakértőket és egyéb segítséget ajánljuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.